Szevasztok! Na, skacok, úgy döntöttem, hogy ma nem Farming Simulator-t csinálok, mert az előző rész tartalmát tekintve a 22-be eljutottam egy olyan szintre, hogy lekaszáltam a füvet, és vagyis hát majdnem lekaszáltam ott a füvet ugye a videó végén, vagy elkezdtem kaszálni, na mindegy, eljutottam egy részig, és csinálom most ezt a köztes videót a két hogy ne legyen olyan unalmas, tehát a két rész között, az első és a második rész között. És baromira elhúzódik a dolog. Tehát ezért azt viszont valami egyéni ötlettel szeretném megoldani azt a videót. Úgyhogy az még nincs befejezve. 22-ről beszélünk, ugye 17-ben most nem igazán volt kedvem csinálni. 19-ben úgy szintén, és tegnap este nekiestem, volt egy szabad órám, aztán csináltam magamnak egy saját skint, egy másikat, és a promócos mentésemre ide raktam be, ahonnan majd idővel ki fogom venni, mert ugye akarok benne multizni is. Blue és Blue 1-et kapta, ez a Blue, ez a maga a traktor, és a Blue 1 az viszont a pótkocsi. Ugye most már megvan az új promóca, 262, nagyon jó, úgyhogy most már a jáksót viszont kicseréltem az Ervinre, mert a jáksó az valami hablat lefegy gizi, aztán elég volt egy kicsit belőle nagyon. Na, viszont a skint azt Volvo-ra csináltam, ezért a... mi is volt? Dafon? Manom, azt hiszem Manom volt. Azt becseréltem, mert máshogy nem tudtam megoldani. De ezt úgy kellett megcsinálnom, hogy először kellett vennem Grazba egy garást. Akkor az már elvitte a pénzemnek a felét. Akkor... odautaztam Grácsba, ugye amikor megvettem a izét, vagyis hát odautaztam Grácsba, kiválasztott, föl kellett fedeznem először a Volvo kereskedést. Volvo kereskedésbe kiépítettem magamnak a kamiont, szolidan. Mellé vettem egy pótkocsit, amire ugyanúgy a saját skin került. És utána eladtam a gráci garást, hogy azért visszakapjam azt a pénzt, amit belefektettem. Úgyhogy most visszaraktam a kamion, mert ugye az előző rész végén avval hagytam abba, hogy Spanyolországban voltam méghozzá Madridba. Aztán Madridba ígértem, hogy fölveszek egy fuvart. Na most ott vagyunk Madridba. A vontatót is, meg a pótot is odavitettem. És hát odaugrottam a gráci, vagy a madridi garázsba. Úgyhogy onnan fogok fölvenni Madridból egy fuvart, amit tovább fogok vinni a megrendelőjének. Na hát itt is lenne ez a csuda, ami adni fogja magát, hogy hogy is néz ki. Ugye hát ez gyakorlatilag a csatorna promóról szól. Na. Meg is nézhetjük teljes egészében, hogy össze van állítva a szerelvény. Ugye most már a promóc, hogy kijött, így most már van Izlandunk, van lent közel-keletünk. Úgyhogy, na hát ilyen lett az eszköz. Big a Papa Gaming Channel YouTube-be és a megszokott kép, ami a farmingból
ered. Itt ugye fordítva van a dolog, hogy a szöveg az ugyanoda kerüljön. Szerintem nem lett rossz. Na de mindegy. Mindegy is. Nézzünk egy fuvart. M betű. Azt mondja, hogy saját pótos fuvar. Oho, jobban járok, hogyha keresek egy izét. Igaz, egy céget. Ja igen, hát itt közben ugye Madridban vagyunk, ha minden igaz. Ja de, hú, Madrid az nem kicsi, viszont elég nagynak tűnik. Na, hát nézzünk innen egy fuvart. Mondjuk innen, nem onnan, innen szed ki. Így. Na, az Erwin fog minket vezényelni. Mi van ezen a reflektor rajta, na írni. Ja, és a hatos váltó maradt ebbe is, ugye? A belső felszereltség az szolid, visszafogott, mint ahogy a külseje is. Nem lőttem túl lámpaügyileg. A belsőt se lőttem túl, tehát a szendvicsem, a bólogatós kutyám az megvan. Nincs függöny. Pedig aztán a DLC az tartalmaz egy, még egy vacak párnám sincs, mert az is nem is tudom mennyibe kerül, 200 euró vagy mennyi lenne, aztán nekem nem kell az egy kis párna, kívülről is megmutatom az elejét, tehát ilyen visszafogott, míg a tetejére se raktam tetőkiegészítőre lámpát, csak egy izét raktam ide föl, tülköt. Egész jó néz ki. Ja, mondjuk itt a Volvo logót azt kirakhattam volna nagyobbba. Nem tudom. Ja, hát ezt a izét, ezt a... ami lett nyerve, vagy kaptunk a trackerempén. Nem is tudom milyen eventet, karácsonyi vagy mi a lófaszt kellett teljesíteni, aztán akkor... Na, nézzük ezt a céget. Milyen megbízást tud nekünk adni. Ja, a pénzemet tekintve van 207 ezer euróm, meg az apró. Forduljon jobbra. ...600 lovas ez a Volvo. Kerülje meg a körforgalmat, második kijárat. Nem kéne összetörnöm az elején. Ugye ezekből a pupákokból ki tudja, hogy melyik merre megy. A jobb oldali sávban haladjon. Térjen le az autópályáról. A jobb oldali sávban haladjon. Majd forduljon jobbra. Forduljon jobbra. Hú, de szűk volt ez a kapu. Na mindegy, ide jöttünk. Na nézzük, saját pótos fuvar innen. Van ám. Na ez a sziget, ez jó néz ki. Ez. Tudunk hajózni is, ez is jó mondjuk. De ez nekem jobban tetszik. Kicsit hajókázunk is. Azt mondja, hogy ezt bevállalom. Ja, hogy ide kéne beállnom. Uh-huh.
saját póttal talán jobban megy. Vagy nem, de hát az biztos. Hát nem lett ez se valami fényes. Majdnem, hogy még rontottam a helyzetem, de nem baj, bepakolják ezt így is, úgy is. Jó. Ja, várjál, föl kéne, hogy ügye vagyok, miért akasztottam le, entert kellett volna nyomnom. Jó. Nekem tetszik. Ez miért kapcsol be erre ki ez a kurva GPS? Úgyse megszoktam az automata. Forduljon jobbra, majd forduljon balra. Az automata váltót. Forduljon balra. Aztán most furcsa vissza szokni a váltóra, hogy az ott is van. Kösz, haver, kiengedsz. Kerülje meg a körforgalmat, harmadik kijárat. Furcsa, hogy az Erwin ilyen hangos. Itt most minden furcsa. A jobb oldali sávban haladjon. Térjen le az autópályáról. Itt majd azért figyelnem kell a kilométer órát. A bal oldali sávban haladjon. Mert... azért ez a 600 ló, ez kicsivel erősebb, mint az a... nem is tudom mennyi volt a... a DAF, meg a MAN. És hát az előző kamionok. Kerülje meg a körforgalmat, második kijárat. Ennyivel egyszerűbb lett volna csak úgy átvágni. Lehasítani itt ezt a autópályáról. Részt. Maradhatok ugyanebből a sávból. A jobb oldali sávban haladjon. A bal majd a kecsén. Térjen le az autópályáról jobbra. Térjen le az autópályáról jobbra. A baloldali sávban haladjon. Ó, gyerekek, lehet hallani, hogy háromba odaléptem neki egy kicsit. Galória dúsabb. Egyből hatba rakom. Elképzelhetetlen sebességbe, és már is 90-en vagyok. Veszek egy tempómatot. Bekapcsolom a GPS-t, hogy azért ti is lássátok az eseményeket.
1288 km van vissza, ugye nekem a trackbook az majd csak a földön, a szárazföldön megtett utat fogja jóvá érni. Ha jó utat nem. Tehát olyan 800 km-t, vagy mennyi volt az egész, már nem is tudom. Nem tudom, majd olyan, szerintem olyan 800 km-t a fog jóvá érni. Haladjon. Majd térjen le az autópályáról jobbra. Térjen le az autópályáról jobbra. Nem figyeltem, hányas tábla van, de 80-as jó. Forduljon 70-es. Jobbra. Ervin, ne beszélj bele, hogyha... Ne szólj bele örök ki a felnőttek dolgába. 76-tal megyek, meg fognak veszni. A baloldali sávban haladjon. Na, itt már 100-as tábla van. Na, erről beszéltem, erről a sárga csodáról, ami itt vagy előttem. Erre figyelni kell, mert ez tud csodákat okozni. Csuda meglepetéseket. Ő mekkora bika van jobb oldalon? Hát ugye Spanyolország erről híres, a bikáról, meg a bikaviadalról, meg a paradicsomizéről, csatáról, vagy mi az. A baloldali sávban haladjon. Máskor kicsit hamarabb szóljál, Ervin, mert hogyha sokan vannak, akkor nem egyszerű besorolni. Jó lesz nekem szerintem a 80-as tempó is, mert itt folyamatosan változik a megengedett felső határ. Aztán most is 90-nel megyek, na mindegy. Jó lesz ez. 81-80-nál tettem egy tempomatot. De jó, hogy ilyen kacskaringós az út, és nem tudok egy külső nézetest normálisan csinálni. Ennyi lóval a seggem alatt, az a 80-as tempója lassúnak tűnik. Így hatodikba. Na hát erről beszéltem. Minél többet nézem külső nézetből, annál jobban tetszik ez a skin, a másik az bordó, ugye, meg azon máshogy van a felirat. Az is tetszik, de most ez új. Thank you.
Visszatérve a Farming 22-re, hát, amit kapok alapból, Vojvodina mappon földet, az nem kicsi. Tehát akárhogy nézzük, bőven van rajta munka, két órás. Eddig a köztes meló, amit csinálok a két rész közé, amit tervezek. Hát gyerekek, nem sikerül végezni vele. Nem egy fél órás munka. Így legalább látom a fáradtság szimuláló ikont is. Még csak az ágy lába van kékbe. Úgyhogy még van időm a pihenésig. Nagyon-nagyon sok mondani valóm nincs. Most így hirtelen, hogy nem ad témát a jágsó, hogy örökké beledumáljon a dolgomba. Most nem igazán jutnak eszembe dolgok, hogy miről is kéne beszélni. Farmingról értelemszerűen LTS közben nem akarok. Hát, hogyha gondoljátok a skin készítésről, mondhatok egy pár szót. De hát nem hiszem, hogy kell, mert egy valag videó van fent a YouTube-on, hogy hogy kell. Meg hát nem is érdemes, mert szerintem újat mondani ezzel már nem tudok. Nem egy agysebészet. Viszonylag egyszerű, egyszerű megvalósítani, pikpak kész. Csak egy megfelelő templét kell hozzá. Meg egy mód stúdió. Mondjuk ezt én izében nem fogom feltölteni Steam műhelybe, mert nem igazán kívánom megosztani ugye senkivel, mivel ez névre szóló. Tehát most hogy nézne az ki, hogyha velem szembe jönne a Józsi. Hogy tudom, hogy a promót szerveren, aztán hoppá. Nem is ismerem, és mégis az én skinemet használja. Bár ugye ott is lehet privátá tenni, de hát most minek, megvan a gépen. Meg minek. Na, tudok sávot váltani? Tudok. Zaragoza. Teljesítmény. Száztízes tábla van. Kicsit azért oda lépek neki csak-csak.
Lehet, hogy be kéne kapcsolnom az izét. Mi van? A baloldali sávban haladjon. Na most meg a baloldali sávban haladjak. Engedj be fáni. Kiszállok, főpofozlak. A baloldali sávban haladjon. Néznem kell a kilométer órát, mert nem kéne átlépnem első sebesség határt, ami 90, bár mondjuk 100, és mert 100 fölött írja már versenybe a fuvart, amit a cég szabályzat nem igazán szeret. Mondjuk én két türelmi lehetőséget adtam az esetleges vétkezőknek. Második után volt lapát. A Maci az elnézőbb. Minden téren. Úgyhogy önállóan még sörözni is lehet a kamionba. A baloldali sávban haladjon. Na jó, ez csak vicc volt. Egyébként volt rá egy olyan példa, amikor a valós Ervinnel, aki a csapatunkban van. Farmingoztunk, azt hiszem, vagy vadász... Hunter Classic-ban voltunk, nem is tudom. És... kérdeztem tőle, hogy megyünk-e LTS-be. Nem, mert már én már ittam egy sört. Úgy tűnik, hogy ennek a Volvo-nak az átlag utazó sebessége az a 90, ez tökéletes. A baloldali sávban haladjon. Hát Ervinkém, ennél balabbra már nem fogok menni. A baloldali sávban haladjon. Nem állok át a baloldalra. Na. Itt van előttem egy turista. Na, itt cuttyog ez meg. Ne, úgy, várjál. Kicsit ráközelítettem. Na, jön egy fizetőkapu. Vele se nézek a tükörbe, mert szerintem ezt simán elhagytam már annyira. Kérdezte az egyik néző, hogy nem-e szoktam áthaladni a... nem ingyenes, hanem a szabad részen. Hát dehogy nem. Ja, hát... Most láttátok ezt? Amatőrség. Megszoktam annyira az automata váltót, hogy már...
Csak nyomom a gázt, aztán rájövök, hogy 6-ba vagyok. Mennyi az idő? Oho! Ja, hogy este 8 óra van, mondom, mi ez a izé, borul, hogy mi a gyík van. Most már rájöttem, hogy borul az idő. Uda szép! Ki ez a kamion vajon? Eladó. Fasz a dudám is. Ez mindig hiányoltam, mert mindig én nekem rá van rakva gombra a légkürt. Aztán furcsa volt, amíg csináltam ezeket a rövid fuvarokat, vagy mik azok. Hogy nincs bennük csak ez a H betűs. H betűs duda. Én meg billentyűzettel nem igazán kezelem a ZTS-t. Sőt, nagyon nem is tudom, hogy melyik gombon mi van. A baloldali sávban haladjon. Úgy tűnik, hogy csak meg... Tényleg átmegyek a baloldali sávba. Na most itt mi történt? Miért van 40-es tábla? A baloldali sávban haladjon. Jó, hát ennél balabbra már hova menjek? Persze nézzék körül, utána magyarázzá. Jó, gyerekek, én ezt nem értem, amikor elkezdek LTS-en játszani, mindig olyan hamar elzsibbad a seggem. De miért van ez? Bármilyen másik játékkal játszok, nem, semmi gond. Azok hogy mennek? Na most, jó. Beengedsz be. A való életben ezt szinte soha nem csináltam meg, hogy 4-ből 6-ba kapcsoltam. Itt az eltérsbe megszoktam. Bár mondjuk már régen vezettem. Uhú. Uh-huh.
Nem sokára eljön a pihenés ideje. Ahogy nézem a... az ágy ikont. Szavasz, kolléga! Hova mész? Arra? Jó van, én is. Nem is megyek én, úgyis át kell majd itt sorolni. De kell. Át kell mennem. Csak egy kicsit. Jó. Aki esetleg gondolja már, elérhető vagyok TikTokon és Instagramon is, igaz, hogy nem ígérek senkinek semmit, nem leszek ott túl aktív, sőt szinte egyáltalán, de attól függetlenül a csatorna intro az fönt van. Beenged suvernyákbe. Itt egy pihenőhely. Mindegy, nem vágok be itt a cimbi elé, hogy kimehessek. Ezt pont ismertem, azért nem. Azóta Józsi a hegyről. Aki bekapja egyből. A baloldali sávban haladjon. Látom. Látom Józsikám. Ervin. Nem Józsi. Itt viszont rakok egy tempomatot, nehogy a lejtőn elszaladjon a ménes. Ne hajlamos rá. Már mondjuk nem is tudom, hogy mit viszek, hogy... egy tonna... ha? Vágott virág. Na, ezt nem is néztem egyébként, hogy mi a... húvar tartalma. A baloldali sávban haladjon. Hát akkor ez nem fogja megtolni a... traktort. Barcelona. A baloldali sávban haladjon. Ezt már mondtad az előbb. Olyan vagy, mint a lámpák. Odaérsz, piros. Odamész a következő, piros. Megint piros, megint piros. Te meg baloldal. Így kiszedték a cimbit. Na.
itt a migránsokat. A jobb oldali sávban haladjon. Majd térjen le az autópályáról jobbra. Térjen le az autópályáról jobbra. Vagy némi kis... A jobb oldali sávban haladjon. Kedv csinálót. Erre menjek, miért? Ja, hogy már itt vagyok a kikötőnél? Hát ez gyors volt. Elsőbbségadás kötelező a körforgóba. Körül lakom, mint ahogy a Jáksó mondaná. Elfelejtettem lemenni. De sikerült megoldani, jó van. Ott egy kérdőjel. Lesz. Aha. Új látnivaló. A jobb oldali sávban haladjon. Majd forduljon balra. Forduljon balra. Oké. Na. Ezt tudom értékelni, amikor elkezd hátrafelé gurulni. Kicsit odalépsz a féknek és elkezd gurulni hátrafelé. Na, majd most meg kell néznem, hogy hova is megyek. Még mielőtt beállok. Hát nem rövid ez a... Sassari. Sassari, jó. Nem lesz rövid ez a hajó út, úgyhogy a pihenés szerintem a hajón meg lesz oldva. Hogy nincs Sassari. Na hát én elméletileg ide megyek, igaz? Na és akkor most mi van akkor? Oda nem. Oda nem. Oda. Porto Torres. Akkor mi a fasznak van odaírva Sassari? Torres. Torres, Torres. Ó, még 143 kilométer. Baloldali kanyar következik. Oké. Forduljon balra. Kerülje meg a körforgalmat, első kijárat. Térjen le az autópályáról. Autópályáról.
Hát ez nem igazán autópálya. Forduljon jobbra. Kerülje meg a körforgalmat, második kijárat. Jó. Térjen le az autópályáról. Hát itt nem csinálok vissza, vagy... Kerülje meg a körforgalmat, második kijárat. Nem jelzem, hogy ki akarok menni, mert nincs is benne a körforgalomba szinte senki. Térjen le az autópályáról. Mi a jó Isten van itt, izé? Nem tudták mire költeni a pénzt. Kerülje meg a körforgalmat, első kijárat. Azért csináltak ennyi körforgalmat. Térjen le az autópályáról. Na ez... Szimbiót. Azért jeleztem neki. Haladjon egyenesen előre. Jó. Majd mindjárt. Lamborghini traktorok. Hát itt szerintem majd a legmagasabb sebességi fokozat az a 4-es lesz, mert elég kacskaringós ez az út. De nem biztos. A jobb oldali sávban haladjon. Majd térjen le az autópályáról jobbra. Térjen le az autópályáról jobbra. Negyvenes tábla van kint. Ez egy érdekes elhatározás így ebbe a formába ezen az emelkedőn. Most hogyha hoznék egy 50 tonnát. Azt a kurva, ez nem érte meg, mínusz 940 euró. 940 euró, csak azért, mert 46-tal jöttem 40 helyett. Baszki. Lassítsál, mert megint megbüntetnek. Kerülje meg a körforgalmat, második kijárat. Ők fedeztek engem. Hogy bemehetek. Térjen le az autópályáról. 940 euró, még mindig nem térek napirendre fölött. Azért az nem gyenge. Kerülje meg a körforgalmat, második kijárat. Térjen le az autópályáról. Ma megint látnivalót fedeztem föl. Haladjon egyenesen előre. Azt mikor építették ki ennyire ezt a szaszárit? Én amikor utoljára jártam erre, akkor még izé volt. Kis picsa... falu. Bár aztán az haladjon egyenesen előre. 1.38-ba, 1.39-be volt.
innen is származnak a jó kis olasz borok. Záró vonal van végig. Hát itt hülye, aki belekezd egy előzésbe. Bár vannak olyan lelkesek, lelkes emberek. Meg fognak büntetni? Nem. Úsztam. Azért az a 940 euró az nem gyenge. Az egy kicsit szíven ütött. Még egy 400, hogyha lett volna, az oké. Most már nem mondhatom, hogy gazdag cég megbírja. 2 millió az elszállt, mint a szó. Kerülje meg a körforgalmat, első kijárat. Térjen le az autópályáról. Jobboldali kanyar következik. Ez az út, ez még nem is olyan szerpentines, mint az osztrákoknál. Forduljon jobbra. Olbia.
kerülje meg a körforgalmat, első kijárat. Térjen le az autópályáról. Most ehhez minek kerüljen meg a körforgalmat? Először tegyek egy karikát, és csak utána térjek le, hogy miért kell megkerülnem? Jobboldali kanyar következik. Forduljon jobbra. Kerülje meg a körforgalmat, második kijárat. Itt is körforgalom, ezek nagyon szeretik a körforgalmat. Térjen le az autópályáról. Forduljon balra. Várját, pirosat kaptam. Látod? Tudom, hogy háttal vagy a forgalomnak, de azért nézzél körül, utána lefetyeljél. Forduljon jobbra. Megérkezett az úti célhoz. Meg hát. Főleg, hogyha észreveszem a kaput időbe. Így, és akkor nem kell tolatgatni. Jaj, meghúztam a pótot. De megám. Kurva életbe, hogy nem lehet oda figyelni. Menj onnan! Ne dudálj! Így, höp! Szépen becsoszogunk a leadópontra. Becsúrgunk. Na, hatos gombaza, ugye? És egy enter. Kiváló. Azért lesz itt lóvé, gyerekek, előbb-utóbb gazdag ember leszek. Így. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, köszönöm a megtekintést. Ha esetleg tetszett a pót, akkor küldjet, nyomjatok egy lájkot, egy megosztást, egy feliratkozást, azt is megköszönöm, mert ingyen van. Vagy esetleg kommentet, hogyha van gondolatotok, valami hozzáfűzni valótok az egészhez. Na, elköszönök tőletek, szevasztok!